Nos, üdvözlök mindenkit! Először is bocsánat a háttérhangokért, nem tehetek róla, ennyi. Nagyon remélem, hogy a beszédem és a folyamatos be nem álló szám elnyomja a háttérhangokat. Hónapokkal ezelőtt megszavaztátok a csatorna közösségi fülén, hogy szívesen látnátok tőlünk egy dark fantasy animációs sorozatot. Ennek a munkálatai azóta is folynak, most pedig eljutott a dolog egy olyan szintre, hogy beszélhessek róla. Igaz, előzeteshez elegendő képi anyag még nincs, de majd az is lesz valamikor. Ebben az első ilyen munkanaplóban az írásról, a történet alapjairól és néhány háttérmunkálatról lesz szó, mind nézői, mind írói szempontból megközelítve. Hogyha régóta követitek a csatornánkat, bizonyára emlékeztek rá, hogy régebben egy hangos könyv részlet felkerült a csatornára, mely az Örök Éjszaka címet viseli, pontosabban annak a prológusa. Ennek a történetnek egy mellékvágánya lesz a sorozat, amin most dolgozunk, így tehát a világ adott volt, csak élettel kellett feltölteni azt. A sorozat címe Éjjeléjének lesz. A történet egy folyófal nevű város nemesi családjánál a Trifellereknél indul, egy idős házaspárnál, inkább idősödő, mint idős, a nevük szerint pedig Zafralen és Eleanornál, akik válsághelyzetbe kerültek. Habár a társadalmi rendszerük szerint nők is örökölhetik a családi vagyont és a nemesi címet, Eleanor azonban terméketlen, így Zafralennek nincs örököse. A sorozat kezdete előtt kicsit több, mint 13 évvel Zafralen felkeresett egy Wilzen nevű mágust, hogy mágiával tegye termékenyé a feleségét. A kísérlet pedig, habár több sikertelen próbálkozás után, de végül sikeresen terhességet eredményezett. Az így születő lányuk neve Artéria lett, ő a sorozat főszereplője. A világról annyit kell tudnotok, hogyha nem hallgattátok meg a hangos könyvet, hogy egy csillagok, hold és nap nélküli világban vagyunk, ahol az egyetlen fényforrást az égen ragyogó nebulák jelentik. Ezek ciklikusan mozognak és különböző égi mozgásokat végeznek, tehát hónap, nap és hétszerű rendszerek vannak, továbbá egy nap folyamán változik a fényük, ahhoz azonban kevés a fény, hogy növények éljenek meg itt. A tápláléklánc alapját tehát gombaszerű lények képezik. Az Örök Éjszaka világát meg annyi faj lakja, akiket egyelőre nem lőnék le. Annyi azonban fontos, hogy direkt igyekeztem elszakadni a Tolkien féle alapoktól, és nem a szokásos tünde, törp, félszerzett hármassal egészítettem ki a fajok palettáját. Egy dolgot azonban átvettem a Tolkien féle örökségből, ez pedig az idegen nyelvek jelenléte. Meg annyi nyelvet írok jelenleg is az Örök Éjszaka világának, melyeket a fő termékként funkcionáló könyvben úgy igyekszek elhelyezni, hogy az olvasó meg tudja találni egy-egy fejezetben a tippeket ahhoz, hogy megfejtse az idegen nyelveket. Ezek a nyelvek azonban a sorozatban is felütik majd a fejüket. Még mindig semmi? Még mindig? Nájjeroszte jurráni kvájó! Illes nevén az ifjú hölgyet! Kvej krozofanoszte keftuvol! Ezek a nyelvek azonban a sorozatban is felütik majd a fejüket, mégpedig a nemesi Luid és az Afuja nyelvek. Ezek azok a nyelvek, amiket a leginkább kidolgoztam. Mind a kettő körülbelül 500-500 szóból áll, az Afuja azóta talán kicsit több. A nemes illúj nyelv egy dallamos, sima hangzású nyelv, rengeteg L és I hanggal. Kicsit olyan, mintha a latint kevernénk a Tolkien féle szindarin nyelvvel. Míg az afuja egy kissé durvább hangzású, meg annyi mással hangzó torlódással és dupla magánhangzóval rendelkező nyelv. A felsorakozó mással hangzók és magánhangzók azonban szinte egyenlő arányban vannak jelen. Hangzásra az afuja nyelv leginkább olyan, mintha összekevernéd a szláv nyelveket és a japánt. Na már most, az idegen nyelvű részek igencsak kikészítették a szinkron színészeimet, ám egy kifejezetten különleges hangulatot adnak a sorozatnak, így a véráldozatuk remélhetőleg megérte. Természetesen minden idegen nyelvű rész feliratozva lesz, de azzal, hogy nem minden magyarul hangzik majd el, életet akarok vinni kicsit a kész produkcióba. Nos,
Köszönöm, hogy velünk tartottatok egy ilyen könnyedebb hangvételű videóban is. Nem akarom, hogy ilyesmik vigyék el a hangsúlyt, nem lesz túl sok hasonló videó, de tekintettel arra, hogy a sorozat lassan halad, néhány helyzetjelentést közzé fogok tenni. Ha érdekel titeket több dolog is erről a sorozatról, nézzetek fel a Discord szerverünkre, ha nem felejtem el, ott a link a leírásban. Köszönöm a figyelmeteket, én Darkest voltam, sziasztok!